Szavaztok, szavaztok, úrjátok, ez pedig a Minden, ami Sörsulinak a második adása következik, méghozzá az amerikai ászok, azaz láger söröknek a bemutatója. Ezek ugye amerikai piacon szoktak általában dominálni ezek a sörök, sőt inkább ott dominálnak, Európában csak szerencsére mutatóban szoktak ilyen söröket hozni. És akkor kezdjük is, ezeknek a söröknek az, amikor ember kóstolja és így teszteli ezeknek az összbenyomás, amit az ember le tud szűrni és leszokott ezzel kapcsolatban szűrni, hogy nagyon halvány színük van, halvány sárga színük van, és magas a széndioxid tartalma, könnyű testű és jól erjesztett láger sörök, az alsó erjesztésű sörök, ezek is, és nagyon semleges maga az íz, inkább ilyen vizesebb ízre szoktak ezek hajazni, és alacsony keserűséggel rendelkeznek, és nagyon hidegen szolgálják fel ezeket a söröket is, kedves nézőim, és frissítő, szomjoltú hatásúak szoktak ezek a sörök lenni, úgyhogy ezeket is inkább a sporteseményeken szokták Amerikában javarészt fogyasztani, meg szórakozóhelyeken, pubokban, ugye a filmekben marketinggépezet döngeti a nézőknek, hogy na, már pedig ezt fogyasszátok, ezt igyátok, kedves nézőim. Mert valakit megkérem, mert mivel itt láttam a fotelben pár üres lap, amit a nyomtatóból szedtem ki a forgatásra, úgyhogy ettől megszabadulunk gyorsan. Úgyhogy a következő menüpont idézőjelbe téve, hogy ezeknek a söröknek milyen az illata valójában. Legfeljebb minimálisan van malátás illata, ha van egyáltalán, akkor is inkább ez a gabonás jellegű édeskés vagy kukoricára hajazó illat található meg. Úgyhogy inkább a maláta az minimális, ugye, ahogy mondták, és inkább ez dominál, ez a gabonás, édes kis kukoricára hajazó illat. Ez dominálja a sört javarészt, és a komló illat a legfeljebb szintén kismértékben található meg, mint az előző műsorban bemutatott sörrel kapcsolatban az amerikai light sörök. Ugye itt is ugyanazok szinte a jellemzők, és majd mondom, hogy mik a nagyobb különbségek ezek között a sörök között, úgyhogy itt is a komló illata az nagyon kismértékben van jelen, és az is kismértékben fűszeres, és ritkán egy fordulat, hogy virágosi jelleget ölt, de ez már nagyon a minőségibb, idézőbetűen minőségibb amerikai ászok, azaz láger söröknél szokott ez előfordulni, kedves nézőim, és kevés élesztős jellege van az illatnak, az is inkább egy ilyen kis almás gyümölcsösség nagy ritkán, hogyha előfordul, és ezek a sörök sajnos ilyenek illatra. Ugye megjelenése szintén a halvány szalma sárgától a világos sárgáig terjed, és a habja erős, fehér és nem túl tartós, és nagyon tiszta színe van, mint a light söröknek az amerikai piacon. És akkor most jönnek a kisebb különbségek, az első körben az ízzel kapcsolatban, ez is viszonylag semleges ízvilágú, friss, száraz lecsengésű, és csekély vagy, hát hogy is mondjam, alacsony mértékben gabonás az íze, nem nagyon hajaz a malátára, inkább ilyen kukoricás íz jellemző ezeknél a söröknél, ami tűnhet ilyen édeskésbe hajló ízbe a végén, és ezeknek is alacsony a keserűség, és ezért jönnek elő ezek jobban, ezek a kukoricás, gabonás, édeskés jelek, mert a komló az minimálisan van jelen ezekben a sörökben, mint illatban, mint ízben, kedves nézőim. És a komló keserűség, hogyha van, és akkor, hát, azt mondtam, hogy alacsony, extrém esetben, mert a közepesen keserűig, de én mondom, hogy én nem nagyon találkoztam, amit be tudtam szerezni egy kóstolóban annó magamnak, a tesztelésre majd mondom példát, hogy ezek közül nálam ugye melyik található meg a teszt oldalon. Nem igazán jellemző ez a komlóság ezeknél a söröknél, sem ízben, sem illatban. Meg szokták említeni, hogy lehetnek ilyen extrém példák, extrém esetek, de azok már tényleg a kirívóan, idézőbetűleg kirívóan jó minőségű amerikai ászok, azaz láger söröknek a jellemzője. És az egyensúly a malátástól terjed egészen át, mert ilyen kis komlósba. Az lenne az igazi, hogyha ez a kettő, ezt ki tudom egymást egyenlíteni, a malátás, édesség és a komlóság, de ez nagyon ritkán szokott összejönni, és inkább ez a édeskés, gabonás, kukoricába hajló íz szokott dominálni, vagy nagy ritkán átmegy ilyen malátásabb, édeskésebb ízbe szintén, és ennek is magas a széndioxid tartalma, ami tovább hangsúlyozza, hogy ez egy viszonylag száraz lecsengésű, frissítő jellegű, ürítő jellegű sör,
És azt szokták mondani, hogy ezeknek azért már tiszta, vagy tisztább ez az ászokra jellemző karaktere ezeknek a söröknek. És hát a kortyézetre, ez megint olyan dolog, kedves nézőim, hogy itt nagyon, nem, nincs mit kerestünk, mert nagyon erős a széndioxidnek ez a szúrus, amit szoktam említeni a tesztekbe, ez megtalálható benne, és ezáltal egy ilyen enyhén csípősebb érzetet kelt a nyelvbe, de a ízileg az ilyen semleges, kukoricába hajló édeskés, ez a gejl íz van a sörben. Ez sajnos ilyen, ahogy mondani szokták. És ugye jön egy kis történet, ugye közben most ketten ilyen koszva nekem a, most a tabletem van a kép, hogy lássak benneteket, kedves nézőm, és akkor most innen kicsit puskázok a történettel kapcsolatban. A német bevándorlók főzték már a pilzen ihletésű tradicionális lágersöröket az Egyesült Államokban is, az 1800-as évek közepe és vége fele, és hát az egészet befolyásolta a szesz tilalom, és a második világháború ezeknek a söröknek a megjelenését, elterjedését, és a sörfőzdék megnövelték ezeknek a söröknek a terjesztésüket, hogy egy olyan sörstílus jöjjön létre, ami könnyen előállítható, viszonylag egyszerűen előállítható, és olcsó az előállítás, és a tömegeknek szól. Na, így született meg a legelterjedtebb sör az észak-amerikai piacon, az amerikai ászok, vagy lágersörök, kinek hogy tetszik. Így terjedtek el ezek a sörök a piacon, és most jöjjenek a jellegzetes összetevők, amik kettő vagy hatszoros sárba, szintén, mint az előző light verziónál, és magas arányban akár 40%-a szokásos kiegészítőként, mint a rizs és a kukorica, és akkor elmondom majd a végén, hogy ezt én miért mondtam nektek, és van róla ezt a csatornám, ezt majd nézzétek meg, akit érdekel természetesen. És a IBU skálának keserűségén ez már 8 és hát 17-18 között szokott lenni, ez már egy kicsit mehet át keserűbbe is, de ez még messze nem az a megszokott pilzeni stílusú keserűség, és a színskálán pedig szintén 2 és 4 között szokott lenni, úgyhogy egy nagyon ilyen semleges, vízszínű szintet, teljesen átlátszó, nagyon-nagyon halvány sárga sörre szokott általában dolgunk lenni. És az alkoholtartalma 4,2 és 5,3% százalék között szokott lenni, ez már egy kicsit magasabb alkoholtartalommal rendelkezik. És a kereskedelmi iparban a legelterjedtebb a Budweiser, a Coors és a Miller. Úgyhogy a kettőre van róla nálam teszte, amerikai Budweiser és a Miller. Úgyhogy ez volt tehát a mai műsor, kedves nézőim, az amerikai ászok, azaz lágersöröknek a bemutatója. És ne felejtjétek, kedves nézőim, sörre fel! Hisz inni kell! Szevasztok! Legközelebb újra jövök.